Labdajátékokkal, rejtvényekkel és más ügyességi játékokkal várták szombaton délután a Cserkész toborzására érkezőket. A nagyobbak egyedül, a kisebbek pedig a szüleikkel érkeztek. Kollégám Cserkész vezető csak nem Szabadkán, hanem Kispiacon, és nagyon sok jót hallottunk az egész cserkészetről, és ezért a fiamat elhoztam beíratni. Hogy lássa meg, hogy milyen, ha tetszik neki, akkor legyen itt. A szabadkai református templom udvara gyermekzsivajtól volt hangos. Az 52-es számú Kosztolányi Dezső cserkész csapat ősvezetői igyekeztek szórakoztató és kalandos feladatokat adni az újonnan érkezőknek. A mai napon sátorállítást fogunk csinálni, és szerintem menni fog másoknak is, mert sátorállítás érdekes, és tudni fogják. A cserkész csapat tagjai azt is elmondták, számtalan izgalmas és hasznos programon vehetnek részt, ahol életre szóló barátságokat köthetnek. 5 éve vagyok cserkész, és rengeteg új barátot szereztem, nem csak Szabadkáról, hanem vajdaság minden pontjáról is, meg Magyarországról is. A Cserkész Egyesület minden évben toboroz új tagokat. A szervezők idén a másodikosok, harmadikosok, ötödikesek és hatodikosok jelentkezését várták. Szabó Hunor cserkészvezető elmondta, vajdaságban a cserkészet egyre népszerűbb. A cserkészet az egy nagyon jó közösségnevelő szervezet. Ha valaki meg tudja állni a cserkészetben a helyét, az életben is nagyon nagy siker fogja várni. Általában nekünk egy nagyon pozitív mutatónk van, hogy aki végig cserkészkedte a gyerekkorát, őrsvezető táborokba eljutott, őrsöt vezetett, hogy az életben is a közösségben nagyon komoly szerepeket tudott vállalni. A regisztrált jelentkezők a következő hetekben már részt vehetnek az őrsi foglalkozásokon is.